Ez a Híradó 8 órakor, Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Elkészültek az igazságügyi tárcatörvénymódosítási javaslatai a győri gyermekgyilkosság kapcsán. A dokumentum már elérhető a kormány honlapján. Január 27-ig várják az észrevételeket, majd a parlament várhatóan már tavasszal megtárgyalja az előterjesztést. A minisztérium azután kezdeményezett törvénymódosítást, hogy decemberben Győrben egy apa láthatás ideje alatt megölte fiát és nevelt lányát. A férfi nem sokkal korábban idő előtt szabadult a börtönből, ahová azért került, mert súlyosan bántalmazta feleségét. Varga Judit tárcavezető emlékeztetett, a módosítások célja, hogy ne lehessen feltétele szabadságra bocsátani azt, aki más életére tör. Indonéziában tárgyal a miniszterelnök Orbán Viktor tegnap egyebek mellett az egyik különleges tartomány kormányzójával folytatott kétoldalú megbeszélést. Szó volt közös befektetési lehetőségekről is, különös tekintettel a vízgazdálkodás területére. Orbán Viktor ma Indonézia elnökével találkozik. Itthon újabb alagutat találtak a rendőrök a déli határ mentén az ideiglenes határzárnál. Egy járőr fedezte fel a növényzettel fedett körülbelül 50 cm átmérőjű nyílást, amely átvezet a határzár alatt szerb területre. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 Ma Este című műsorában azt mondta, minél átgondoltabb határőrizetre van szükség annak érdekében, hogy eredményesen lehessen megakadályozni a migránsok átjutását a határon. Bakondi György hozzátette, hogy a rendőrség hőkamerát, a Magyar Honvédség pedig drónt és radart is alkalmaz a kerítéssel nem védett határszakaszokon. Az aláásást akkor lehetne földeríteni, hogyha mindenütt földlokátorokat alkalmaznánk, erre vonatkozó elképzelések már kialakultak, illetőleg akkor, hogyha éppen a helyszínen tartózkodik valaki, vagy a túloldalon olyan időszakba kezdi el ezt a munkát, amikor a hőkamerával felderíthető. Az elmúlt éjjel is összecsapások voltak Beirutban a kormányellenes tüntetők és a rendőrség között. Az erőszakos zavargások annak ellenére folytatódtak, hogy Libanonban megalakult az új kormány, a miniszterelnök pedig azt mondta, hogy megérti a demonstrálók haragját és elégedetlenségét. A tüntetők kirakatokat és éttermek ablakait törték be, és petárdákkal dobálták a rendőröket, akik könnygázzal és vízágyúval oszlatták a tömeget. Az ország egyébként súlyos gazdasági válságban van, hatalmas a munkanélküliség, a korrupció pedig az egész társadalmat átszövi. Ma hozzák itthon nyilvánosságra a februárban induló keresztféléves képzések ponthatárait. Mindenki az általa megjelölt jelentkezési helyek közül csak az első olyan intézményben nyerhet felvételt, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt. A részletekről a felvi.hu oldalon lehet tájékozódni. És idén is február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Idei változás, hogy csak az nyerhet felvételt alap- és osztatlan szakra, aki legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit is tett. A felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek nem kell újra érettségizniük. Országszerte több mint 7000 szakra lehet jelentkezni. Számos népszerű szakon csökkent a minimális bekerülési ponthatár. Óházi Bálint, a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc gimnázium végzős tanulója. Kommunikáció és médiatudomány szakon szeretne tovább tanulni az ELTE-n. Idei változás, hogy csak az nyerhet felvételt alap- és osztatlan egyetemi képzésre, aki legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit is tett. Azt gondolom, hogy számomra nem lesz ez egy óriási megterhelés, hiszen én a médiában szeretnék majd elhelyezkedni, és alapjában is úgy terveztem, hogy mindenképpen kell egy vagy két emelt szintű érettsége ahhoz, hogy felvegyenek az egyetemre. A legalább 45%-os emelt szintű érettségiért ezúttal is jár az 50 plusz pont, feltéve, ha abból számítják az érettségi pontszámot. Azoknak, akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, nem kell újra érettségizniük. És azoknál a képzéseknél sem feltétel az emelt szintű érettségi, amelyek felvételi pontszámát kizárólag a gyakorlati vizsga eredményéből számítják ki. Idén akár 400 ponttal is felvételt nyerhetnek a diákok erre a szakra, ugyanis számos népszerű szakon csökkent a minimális bekerülési ponthatár. Így például a nemzetközi gazdálkodás, a gyógyszerész, a kommunikáció és médiatudomány, valamint a pszichológia szakokon is. A jogász képzésre például akár 350 ponttal is felvételt lehet nyerni. Én a programtervező informatikus szakra szeretnék járni.
az, hogy végül milyen pontszámmal kerülhetnek be a tanulók a felsőoktatási képzésekre. Továbbra is a felvételizők teljesítményétől és számától, valamint a szakok kapacitásától függ majd. A kormány kiemelt célja, hogy a magyar fiatalok versenyképes tudáshoz jussanak a felsőoktatásban. Azt szeretnénk, hogy a magyar fiatalok versenyképes, az elméleti és a gyakorlati tudást megfelelő arányban ötvöző ismeretekre tegyenek szert. Ez ugyanis az egyéni sikereik, és így az egész országunk jó teljesítményének, további erősödésének az alapja. A felsőoktatási felvételin, az alap- és osztatlan szakokon, illetve a szakképzéseken ezúttal is maximum 500 pontot lehet szerezni, a maximális 100 többletponttal. A mesterképzésnél pedig összesen 100 pontot. Jelentkezni február 15-éig lehet a több mint 7000 képzésre. Magyar fejlesztés segíti mostantól a szívbetegek gyógyítását. A Semmelweis Egyetem orvostan hallgatói egy olyan rizikóbecslő programot dolgoztak ki, ami megmondja, hogy mekkora a beteg túlélési esélye. Az orvosok ennek segítségével könnyebben tudják eldönteni, hogy milyen terápiát érdemes alkalmazni. A rendszert a világ vezető kardiológiai lapja is bemutatta már. Koszorúérvizsgálatot végeznek egy szívbeteg férfin a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján, rutin ellenőrzés. Néhány perc alatt meg is van az eredmény, minden rendben találtak, egyelőre nincs szükség beavatkozásra. Ringwald Lászlónak viszont cserélni kell a pacemakerét, több mint 50 éve él szívelégtelenséggel. Leleteit átfuttatták az új rizikóbecslő rendszerben is, amely ugyancsak igazolta a műtét fontosságát, anélkül ugyanis csak néhány évig maradna életben. Nem volt semmi különösebb. Probléma sajnos az ultrahangon kiderült, hogy a bal kamrám funkciója romlott. A kockázatelemző program egyedülálló a világon, a Semmelweis Egyetem orvostan hallgatói mintegy 2000 beteg adatai alapján fejlesztették ki. Azt számolja ki, hogy a szívelégtelenséggel élőknek mekkora túlélési esélyük. Erre a tapasztalati tudásra alapozva hoz majd döntést, amikor egy új, eddig nem látott beteget próbálunk rizikóbecsülni. És ebből a felhasználó, a kezelőorvos csak annyit lát, hogy beadja a paramétereket, a rendszer automatikusan elvégzi a számításokat, és kiad egy túlélési görbét. A szívelégtelenséggel élők száma folyamatosan nő. Ma Magyarországon több mint 250 ezer ember érintett. Ezeknek a betegeknek a kezelésében és az életminőségük javításában segít a most kifejlesztett rizikóbecslő rendszer. Előre tudjuk vetíteni azokat a betegeket, akiknek magas a rizikója, azaz számíthatunk a szívelégtelenség további romlásával, akkor sokkal te agresszívebben, erősebben kell kezelni. Így tehát le tudjuk válogatni azt a magas rizikójú betegcsoportot, akinél nem kell megállni, hanem tovább kell dolgozni azért, hogy az életkilátásaikat javítani tudjuk. Tehát összességében egy ilyen döntéstámogató rendszer egyrészt fölhívja a figyelmet arra, hogy milyen egyéb rizikóval kell számolni, és hogy milyen módon kell továbbiakban gyógyítani. A szív elégtelenséget azonosító magyar fejlesztést a világ legrangosabb kardiológiai folyóirata is bemutatta. A program online elérhető, az orvosok mellett a betegek is elemezhetik vele a leleteiket. Itthon egyre több az influenza-szerű megbetegedés. Az elmúlt egy hétben több mint 12 ezeren fordultak orvoshoz, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Ez derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Péntektől több kórházban is teljes körű látogatási tilalom lép életbe. A Heves megyei Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet több osztályán pedig részleges látogatási tilalmat rendeltek el. Lezuhant egy tűzoltó repülőgép az ausztráliai délkeleti részén fekvő Új-Dél-Wales államban. A személyzet mindhárom tagja meghalt. A térségbe helikoptereket vezényeltek. Ausztráliának azon a területén ismét bozott tüzek keletkeztek. A tűzoltóság számos kerületre adott ki figyelmeztetést. A főváros Canberra keleti külterületén rendkívüli figyelmeztetés van érvényben több elővárosban. Az embereket felszólították, hogy azonnal menjenek menedékhelyre vagy egy közeli sporttelepre. A bozott tüzek miatt zárva tart Canberra repülőtere is.
Sajnos a tűzszezonnak még nincs vége, és most ismét egy tragikus eseménynek lehetünk tanúi. Hárman életüket vesztették, amikor Snowy Monaro térségében lezuhant egy tűzoltó repülőgép, miközben bevetésen volt. Ez is azt bizonyítja, hogy munkájuk rendkívül nehéz, és a tűzoltók elképesztő körülmények között dolgoznak. Ideiglenesen leállították a tömegközlekedést a kínai Wuhan városában a gyorsan terjedő koronavírus miatt. A repülőtér és a vasútállomások sem indítanak járatokat. A halálos áldozatok száma közben már 17-re nőtt. A koronavírus miatt a repülőtéren már Rómában és Szerbiában is figyelik az utasok testhőmérsékletét, a lázas embereket azonnal elkülönítik. Ebben az órában részletesebben is foglalkozunk majd a betegséggel a ma reggelben. 190 cm-es a világ leghosszabb haja, egy indiai 17 éves lány ezzel került be a Guinness rekordok könyvébe. A fiatal lány 6 éves kora óta növeszti a haját, ami már egy igazi látványossággá vált. Azt mondja, hogy bárhová megy, az emberek megállítják és szelfizni szeretnének a hajkoronájával. Édesanyja segít neki hetente egyszer kifésülni, megmosni és megszárítani a haját, a folyamat pedig több órát vesz igénybe.